Folytatjuk. Azt ismeritek, hogy két kígyó megy a sivatagban, csak hogy jöjjek egy kicsit. Két kígyó megy a sivatagban, melyik a boxoló? A balból. Oh. Jó, menjünk tovább. De az azért kellett, hogy kicsit oldjam a feszkot, de ez nem olyan, annyira nem rossz rész. Hármas alát azért megszavazunk szerintem. Központi lehet. Én ettől feszültem. Az a baj. Jaj. Na, de tényleg nagyon ne jó. Ne beszéljünk a mociról. Menjünk tovább egy kis na. Feszültségoldó hírrel. Ezt szeretem. Hát kellett neki kémkedni, ugye, Van der Spy. Hát, hát mire kell át a sivatagba, és ráadásul egy tehén antilop. Nem úgy írja a Spy, nem de két dolog. Tehén vagy, vagy az, hogy ennek az újságnak az egyik újságírója beöltözött ebbe a szarvas jelmezbe. És antilop? Antilop, bocsánat, és rohadt jól fut, és neki futott az embernek, és eljátszották a 2 millió letöltés. SMS. Már ők írnak egyébként. Persze, hagyjuk bekapcsolva. 2 millió letöltéshez egy klikkel azért komoly pénz jöhet. Vagy pedig egyébként összefogtak az állatok, és megunták azt, hogy mindig a vadászok lőnek rájuk, és így előjönnek újabb támadásokkal, és... A következő videón például egy tehén antilop után egy mondjuk egy tehenész őv támad meg majd valaki. Lehet, lehet. Tehenész. De hogy most azt mondjátok, hogy ki az, aki elmegy biciklizni az afrikai szavannán. Szóval, hogy elindul, hogy akkor az ott jó lesz. Mert hát ez hegyi kerékpáros verseny volt. Hegyi kerékpáros, nem hallottam még. Nem tudod, a tehén antilop az csak hegyek között. Egyébként most az a kérdés, hogy a biciklisek voltak rossz helyen, vagy az antilop tért le a megfelelő, vagy a megszokott útjáról. Ennek utána nézzük. Akkor el kell mondani az antilopnak, na a megszokott úton menjünk. Hogy Antal. De ez ilyen pankrációs megoldás volt. Úgy 150 kilós volt. Figyelj, ez. Nagyon kemény. De hogy felállt a biciklis? Azért arról beszéljünk már. Tehát ezek nem olyan vastag srácok, érted? És hogy felállt, amikor rádugrik egy ilyen hát lehet, hogy ez egy balból. De egyébként mire gondolsz ilyenkor a biciklis ez közben? Szerintem ilyenkor, tehát hosszú távon, én szoktam futni, egy csomó minden az eszembe jut. Mikor kell fedni a csekkeket, jaj, de. És biciklizik a csávó, nem tudom már hány órája, jobbra néz, és szerintem nem néz jobbra. Ő se hiszi, jobbra se néz. Ő se hiszi, csak valami egyébként elütés. Meg jobbra jött, tehát egyébként az antilopnak volt elsőbsége. Én is azt mondom, hogy ott jól fékezni. A szavannán ott mindig jobb kész szabályban. Nem igaz, mert alsóbb rendű út, mert ő a szavanna olyan részére jött, ahol nem volt út. De várj, az is lehet, hogy mert az, hogy nem ez Afrikában volt, mert hogyha Ausztráliában lett van, akkor ott viszont fordítva van. Igen, de itt a most nem. Oldalon jó, teljesen a biciklis a hibás. Na de legalább most láttuk azt, hogy ilyen jellegű hírek valóban léteznek, mert... Úristen, ne! Jézusom, ilyen! Sokszor, amiket ilyen bulvár újságban leírnak hírként és közölnek, azt nem hiszem el, a következő hír a brit tudós? Látott a világon egyik nap, igen. Nem mondom az újság nevét, következő mondat, herén harapta a hiúz a pásztort. Ha. Olyan, mint a heti helyzet, csak 3 van benne. Tehát herén harapta a hiúz a pásztort, és a másik cikk, a csodálatos meg... volt, következő, megette a borz, figyeltek, az igen. Megette a borz a pornós törpét. Ez volt a legnagyobb. Ez minden idők. Ez a legnagyobb. Na, mi legyen a címe? Kicsit vizuális típus, tehát, hogy képzeld, láttatok már borzot, ugye? Tehát, hogy... Hát persze, de azt a pornós törpét, aki hasonlított egy híres szakácsra. De nem Habcira hasonlított. Nem. Jaj, a hótehénkében. Egyébként nem figyelj, egyébként tehát ilyen cikkeket komoly emberek hosszú napokig írnak. Az biztos. És egy csomó minden átfutott agyukon, ez nagyon erős lesz, ezt ne tegyük be. Majd jön egy tényleg valós történet, hogy egy őrült borz egy pornos törpét megevett. Aki bele is halt. Igen. De nyilván, ha megesznek, akkor... Hát miért lehet, hogy csak idáig most elkanyarod a picit, egy híradós kollégánk mesélte, hogy... Szerintem mondhatod nyugodtan. Híradóban Pakman Péter, hát nyilván késő esti híradót vezetett, és az utolsó beszélgetés az akkori, nem tudom most megmondani a nevét, szociális és családügyi miniszterrel zajlott. És a beszélgetést lezárva... Hát így, a család, meg a gyerekek, és akkor az összhang is fontos. Nagyon és fontos akkor... a család, hogy együtt legyünk, és tényleg... és a család, a családok támogatása a legfontosabb. Kis Jenő miniszter úrnak köszönjük, most pedig következik a halál a Swinger Bullban. Jó, hát... Szóval, hogy az élet azért produkál csodákat, és akkor az ember nem hiszél, hogy vannak ilyen hírek, és tényleg igaz, de igaz, hogy az antilop tényleg neki szalad a biciklisnek a szavannán. És aki ezt felvette egyébként, bocs, tehát az hogy került oda? Tehát ki vette ezt fel?
Na, ez mögötte ment, és zsizsakján volt a kamera. A mögötte lévő, és miért? Tehát, miért mögötte, mert tudta megelőzni? Számított rá szerintem. De miért pont most, miért pont ő? Lehet, hogy folyamatosan szerinted meg lett játszva, hogy pont lehet, hogy ment 150 kilós. Én kilassítanám, mert hogyha egy kollega, aki beöltözött antilopot. Lehet, hogy az volt, hogy pont kacsi. Nézzük már még egyszer egy igazi antilopot. Kalambó kéne, hogy nyom. Hát egyébként nyilván klasszikus, ismeritek, tudjátok, hogy volt, hogy egy postás támadott meg egy medve. És biciklis postást, és a postás elrohant, és a medve nem a postás után ment, hanem egy cirkuszban megszökött medve ott, és felült a biciklire, és tovább ment, és tovább ment. Nem mondtad, ezt láttam, ilyen volt. Erről mutassál videót. Megkeresem, te megtámadta a postást, nyilván összecsinálta magát, elrohant, és a medve nem. Ezt elkezelítünk, hogy medvének a bringa kell, nem a posta. Cirkuszban megszökött medve volt, és egyből felpakadt a bringára. Antilop, ez az antilop kapta. Ez lehet, ez annak a testére volt, de ezt én láttam, azt magam sem. Kedve fölugrik a sisakot. És még kivitte a nyugdíjakat is lehet. Így volt. Közben ott, hogy bocsi, vagy valami. Most csak ennyit hoztam. Nagyon kevés. Azt hiszem, hogy sikerült oldalunk a hangulatot. Visszatérünk egy kicsit a Feszkóhoz, mert szerintem lesz itt némi purpárlé majd José Mourinho kapcsán, hiszen hát ő egy megosztó személyiség. Különösen akkor, ha a stúdióban helyet foglal egy igazi Real Madrid és egy Barcelona szurkoló. És egy Valencia. Ez kegyetlen. Most is rögtök rajtad a Saddamot. Nem is a hír az érdekes, hanem a picit adunk az elejétől. Hogy a háttérben Saddam Husseint találtuk meg, aki fiúk felfedeztek, igen. Igen, aki ezt sem az kép. Szóval ez igen, látod, hogy én Barcelona Real meccsen annyira el lehet tűnni, hiszik sokan, de mindig van egy pillanat, amikor így közeli beadnak és bemutatják. Kicsit tovább engedjük, Kadafi is ott van. Mi lehetett a hír? Tehát mióta? A szokásos Zsozéról, hogy most akkor... Ja, nem kér bocsánatot. Szerintem nem is kell. Ja, teljesen elalélt, önmagát nem találó, egy reduktív csávó, aki a lelkében összetört, és azt hittem, most a Reállal majd mindent hoz, közben meg semmit. Erre ezt tudom mondani. Egyszer nyertek egy kupát, amit odaadtunk, de csak azért, mert Barcelona ennyire lojális, ennyire szereti azt a csapatot, akit nem kéne. És a kupa mit csinált? Kiesett a Sergio Ramos kezéből. Igen, és összetört. És ráment a busz. Tehát azért ennél jobban semmi nem példázza, hogy szegényeknek nem nagyon való, de hát most nem tudom, mert nagyon sokan szedik a Reált, nincs az a semmi baj, de össze kell őket szedni fejben, lélekben, és akkor jók lesznek. Mondjuk jól megbüntették már azért a Mourinhot, aki keres egy évben mondjuk 8 millió eurót, 600 euróra megbüntetni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy legközelebb nagyon meg fogja gondolni. Szerintem egyébként én bírom, mert tényleg jó fejcsávú, de ha van némi viccben és van, akkor ezeket vagy 1 eurósba adja oda ezt a 600 eurót, vagy 50 centbe, de hát valami ilyesmi. De nem kell neki bocsátot kérni. Lehet, hogy már elmondtam, nem akarok tényleg szerintem még nem mondtad, mi? Semmilyen rossz hangulatot teremteni, de azt hiszem, hogy ő is talán így szeretné Böröcki Józsival kapcsolatban, ugye, ha már José Mourinho, nagyon-nagyon vadásztunk rá. Iszonyatosan vadásztunk rá, és megtudtuk, itt volt egy argentinok elleni barátságos meccs, egyszer titokban eljött. És, hogy tudtátok meg? Valahogy kiderült, és bementünk a szállodába, gyönyörűen öltönybe kiöltözve, beléptünk, odaugrott azonnal elénk a szálloda menedzser, és azt mondja, művész úr, a Börőnek, ugye nem? Na most mire a nemet kimondta, Józsi leült, a Mourinho ott kávézott ott a halba, és leült az asztalához a Mourinho-nak, tehát aki eddig egyedül ült, és kérte, hogy senki, nemhogy leüljön, meg se szólítsák. És a Józsi odaugrott, leült, és elkezdtek beszélgetni, és aztán tulajdonképpen azt mondhatta, hogy hát ő a legnagyobb itt Magyarországon, és egy csodálatos fotó készült. Meglepően egyébként nagyon kedves volt José Mourinho akkor, tehát sőt, még mosolyog is a képen. De egyébként hihetetlen. Azt tényleg hihetetlen. Mitől ne lenne? Szerintem biztos, hogy nem láttam még mosolyogni. Őt és Paulo Sousa. Hát általában mosolyogott egy temetésen. A Paulo Sousának nem is nagyon van oka a mosolygásra. Azt megyük hozzá, mert ott a középmezőnyben, kullogóban, mindent. Pedig fejelni nagyon tud.
Ja, igen, és akkor leült ha már játékos korában. Nem. Leült a Börő, és akkor tulajdonképpen... Jó fej volt ez ott. Nagyon, és fölállt, és tulajdonképpen oda is jött. És a Börő meg itt a kávét? Nem, nem. Nem, a Börő fizetett. Oda is jött, de Raúlnak is egyébként a spanyol válogatott, tehát neki is oda ment, fogta, és akkor fölállt a Raúl, oda jött, bemutatkozott hozzá, tehát hogy mit mondhatott, az azóta is rejtély. De a lényeg az, hogy én ezt a Palit egyébként... Tehát azt mondta, hogy te vagy Hugo Sánchez, vagy valami. Igen. Szóval én bírom egy egyéniség az Interrel mindent megnyert, úgyhogy innentől kezdve nekem van. Ez egy kedves. Akkor azért itt ragadnánk meg az alkalmat, hogy megemlékezzünk Böröcki Józsefről, aki ugye a közelmúltban hunyt el, vendége volt többször is a Heti Helyzet című műsornak. Imádtuk, amikor itt volt, az Eurosport szakkommentátora volt, ugye motorsportban, tehát a sporthoz is nagyon közel állt, nem csak a mi sportműsorunkhoz, és hát Oliver, ti például ugye szoros baráti kapcsolatot ápoltatok. Hát nagyon, és ez egy valóban egy nagyon-nagyon nehéz időszak, szóval szinte nehéz is, nem is lehet róla múlt időben beszélni. De hát azt szoktam mondani, meg mi is beszélünk róla, Levivel is nagyon jó kapcsolatban volt, és nagyon sokszor beszélünk arról, hogy tulajdonképpen hát tényleg annyi történet és annyi sztori van vele kapcsolatban. És mind mosolygos, tehát mind vicces. Ami életben tartja őt, tehát annyira velünk van, és talán nem telik el olyan pillanat, amikor mi találkozunk, hogy ne idéznénk, vagy ne idéznénk, elevenítenénk fel egy-egy vele kapcsolatos történetet. Szóval... Csak röviden, volt egy olyan, csak majd egy pozitív sztorik jutnak vele kapcsolatban mindig az eszünkbe, ugye miután meghalt szegény, utána egy hét vagy pár nappal Olival leültünk és beszélgettünk, és 2-3 órán keresztül, és szinte könnyesen nevettük magunkat, hogy, és felváltva mondtuk a sztorikat, és emlékszel, amikor ott léptünk fel, és emlékszel, amikor kimentünk Stuttgartba, és megérkeztél egy nylonzal, és emlékszel, amikor Félix magáthoz oda ment kint, annyi történet. Egy napig mesélhetnénk a történet, tehát leülnek, és egy napra elegendő mennyiségű történet lenne, szóval hihetetlen egy ember volt, és aki talán aki nem ismerte őt a magánéletben, az nem is tudja, hogy hihetetlenül szórakoztató ember volt, de olyannyira, hogy külföldieket tudott úgy megnevettetni, ami hát azért valljuk be, nem egyszerű, tehát azért egészen máson nevet. Persze, hát Stuttgart főterén a németeknek, a német nyelvi akcentusokról és tájakról adott bemutatót, úgyhogy nekünk akkor két napig nem kellett semmit fizetni, mert olyan mennyiségű sört hoztak oda. De, és az a, tehát, hogy nem öncél van, hanem ez tényleg így magából jött. És elmondta a különböző német nyelvjárások különböző típusait, és be is mutatta németül. És így az álluk lesz. De ez Brunóban ugyanígy volt, csehül. Csehül. Akkor még tovább megyek. Úgyhogy... Egy fantasztikus ember. Nem volt, hanem még mindig. És szemtanúja voltam, amikor Hofi Géza, aki hát mondhatom, hogy tényleg ennek a műfajnak az egyetlen királya és császára, talán 150 évente, ha születik egy ilyen zseni, és ott voltam egy olyan eseményen, ahol hát Hofi Géza kizuhant, ilyen padokban ültek az emberek, és a Börő ott adott egy magánszámot, és a Hofi Géza kiesett ebből a padból, annyira nevetett. És azért őt megnevettetni, az nem volt egy könnyű dolog. Na hát, mi így emlékeztünk Böröcki Józsefre, Börőre. Rövid reklám után folytatjuk a Heti Helyzetet.